Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Ebben a mai videóban almás fahéjas madlent fogunk készíteni, ilyen gyönyörű, őszi, sárguló, falevél ihletésű köntösben. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készül ez a puha, illatos kis teasütemény, ilyen szemedgyönyörködtető kivitelezésben, akkor feltétlenül tartsatok velem ebben a mai videóban is. A tészta elkészítéséhez szükségünk lesz 100 g vajra, 100 g barna cukorra, 100 g búzafinomlisztre, 1 teáskanálnyi sütőporra, pár csepp citromlére, 2 tojásra, valamint 50 g almára, amit megpárolunk és pépesítünk, ez is a tésztának az egyik alapanyaga lesz. Első lépésként az almát fogom megpárolni, amit mikróban teszek meg körülbelül 2 perc alatt, de természetesen sima edényben, tűzhelyen is meg lehet ezt oldani. Annyi a lényeg, hogy megpuhuljon, ezután pedig villával áttörjük. Amikor valamilyen magas rostartalmú zöldséget vagy gyümölcsöt adunk a tésztához, az mindig megnöveli a tésztának az élvezeti értékét és az eltarthatóságát, sokkal puhább és szaftosabb lesz. Megvan a kis pépünk, ezt most félreteszem, jöhetnek a szobahőmérsékletű tojások. Adok hozzá egy csipet sót, valamint ezután a barna cukrot is hozzáadom. Utólag adtam még hozzá egy csomag vaníliás cukrot, ez teljesen elhagyható, csak így eszembe jutott, és ezt egyszerűen kihabosítom kézi mixer segítségével. A habhoz hozzáadom az olvasztott vajat, valamint az almapépet, és ezzel is jól átdolgozom. A tészta összeállítását a száraz hozzávalókkal zárom, a lisztben elkeverem a sütőport, valamint a fahéjat, és egyszerűen hozzáadom a tojásos, vajas, cukros keverékhez, nagyon jól összedolgozom. Ezzel meg vagyunk, spatulával érdemes mindig jól átkeverni a tálnak az oldalát, hiszen le tud tapadni úgy a száraz anyag, ahogy a vaj is. Annyi a lényeg, hogy gyönyörű egynemű legyen a tésztánk, amit most folpakkal lefedünk, és egy picit pihentetjük szobahőmérsékleten, körülbelül egy órán keresztül. Egy óra elteltével elő is vettem a kis madeleine formáimat, ami ugye egy ilyen szilikonos sütőforma. Nagyon fontos, hogy már rögtön egy tepsire helyezzük rá, hiszen, hogyha megtöltve próbáljuk azt áthelyezni, akkor nagy az esélye, hogy kifolyik a tészta, és nem leszünk olyan ügyesek. Én most evőkanállal fogom kiadagolni a tésztát. Van már egy madeleine-es videó, ott habzsákkal dolgoztam. Kinek hogy kényelmesebb, én most ezt találtam praktikusabb megoldásnak. A masszával nagyjából a formákat így 3/4-ig töltöm, ezután pedig előmelegített sütőben fogom sütni, mégpedig 190 fokon, körülbelül 11-12 percen keresztül. Amint elkészült az első adag, már ki is veszem a madeleineket a formából, hiszen a formára szükségem van a későbbiekben. A formát egyébként nem kell semmivel kikenni vagy megszórni, egy magas zsírtartalmú tésztáról van szó, és hát a szilikon formának a nagy előnye, hogy egész szépen el lehet belőle a sütiket távolítani. Ebből a mennyiségű tésztából nálam 20 darab madeleine készült. Az elkészült süteményeket akár azonnal lehet díszíteni, dekorálni, nekem csak másnap volt időm, így addig hűtőben tároltam őket egymás mellett. Eljött a díszítés ideje, ami nyilván a kedvencem mindig. Fehér csokoládéra lesz szükségünk, én Kalebaut fehér csokoládét használok, valamint ételfestékekre. Nagyon fontos, hogy zsírban oldódó csokoládéfestékekkel dolgozzunk, így nem lesz szemcsés, és nagyon szép élénk színeket tudunk elérni. Először is 2 kis tálkába kimértem körülbelül 100-100 g fehér csokoládét, ezt mikróban megolvasztottam, nagyon figyelve arra, hogy ne égjen meg a csokoládé olvasztás közben. Folyamatos kevergetés mellett meg is olvad szépen a kis fehér csoki, egy evőkanálnyi olajat adok hozzá, és ezzel alaposan elkeverem. Ezután jöhetnek az ételfestékek ízlés szerint, ki mennyire szeretne élénk vagy pasztás színű madeleineket elérni végeredményként. A forma mélyedéseibe egy-egy teáskanálnyi olvasztott színezett fehér csokoládét tettem, ezt egy picit azért eligazítottam, hogy mindenhol kitöltse a formát, és egyenként így belehelyeztem a kész sütiket. Itt azért érdemes figyelni, hogy az oldalát is teljesen nem borítsa, hogy azért mindenhol legyen ebből a csokoládéból, mert így lesz igazán szép a végeredmény.
Nálam készült néhány teljesen egyszínű is, de azért igyekeztem játszani a színekkel, és ahogy látni fogjátok a későbbiekben, még egy adag sárgát is bekevertem, hogy még természetesebb hatást tudjak elérni. Utólag azért gondolkoztam, hogy hogy lehetett volna még egy kicsit természetesebb és érdekesebb hatást elérni. Eszembe jutott, hogy tükörglazúrozás során is mindig egy alapszínhez öntjük a járulékos színeket, és így egy nagyon természetes márványhatást tudunk elérni. Lehet, hogy ezzel is jól működött volna, majd legközelebb kipróbálom. Amint ezzel az első adaggal megvagyunk, azért a fölösleget nagyjából töröljük le, hogy sehol ne legyen túl vastag a csokoládé kabát, ezután pedig fagyasztóba teszem körülbelül 10 percre. 10 perc elteltével ilyen gyönyörűen kijönnek a sütemények a formából, nagyon-nagyon szép lett a borításuk, nekem nagyon tetszik, kicsit megtisztogatom a formát, és jöhet is a következő adag, ahol már a sárga is csatlakozik a színkavalkádhoz. Az utolsó kettőt, ami egyébként is jóval kisebb lett a többinél, már nem volt kedvem így újra visszarakni a formával együtt a fagyasztóba, ezért csak a maradék csokoládéba így belemártogattam. És ezzel el is készültek a finom kis madlenek, amiket érdemes hűtőben tartani, hiszen a csokoládét nem temperáltuk, így a nagyon magas hőmérsékleten elkezd majd olvadozni. De természetesen, ha ez nektek nem okoz gondot, akkor elől is lehet hagyni. És megkínálni vele a vendégeket. Szerintem nagyon kis szimpatikusak lettek, bízom benne, hogy ti is elkészítitek majd ezt a változatot. Ha tetszett a videó, el ne felejtsétek lájkolni, és iratkozzatok fel a csatornámra, még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!